Mintegy 100 gyermek fürkésző tekintettel figyelte a zentai Jézus szíve plébánia templomban megtartott interaktív előadásokat. A 6 éves Fehér Kiara édesanyjával és testvérével érkezett az eseményre. Szoktatok-e otthon a szüleitekkel imádkozni? Hát nem mindig szoktunk otthon, de én néha az este szoktam imádkozni. És mi az, amit tudsz a jó Istenről? Hát azt ad, hogy születét, még ki az apukája, meg az anyukája. Akár az orgona sípokat és a reverendákat is megnézhették a fiatalok. Volt, aki a mise kezdetét jelző csengőt is megszólaltatta. Kis Zsolt 3 gyermekes édesapa elismerően nyilatkozott a hiánypótló eseményről, mert szerinte ez is segít, hogy a gyermekekhez közelebb vigye a vallást. Jézus szíve látogatásra jöttünk az idősebbi kislányommal, még lássa is, hogy mi is van a háttérben a Szent Misének. Megismerkedünk az orgonával, megismerkedünk a gyónófülkével, vagy a gyóntatószékkel, minden olyannal, ami úgymond mindennapos nekünk, de nem látunk mögéje. Az interaktív templom ismertetőt 2. alkalommal szervezték meg Zentán. Célja, hogy a felnövekvő nemzedék számára bemutassák azokat a kellékeket, amelyek egy-egy szentmise vagy liturgikus esemény kapcsán nem mindig láthatók. Mondta el az esemény szervezője Rácz Szabó István. Például az orgonának a hátulját. Hogy szólal meg az orgona? Hol ül a plébános, amikor gyóntat? Például azt sem látják a gyerekek, hogy egy-egy szentmisére hol készül fel a tisztelendő atya, illetve hogy hol öltöznek a minisztránsok. Mindezek olyan fontos dolgok, amelyet a hívők nem mindig látnak, mégis a vallás szerves részei, tette hozzá a szervező.